Na, sziasztok! Megérkeztünk a Pálvölgyi barlanghoz. Kis család már benn van, beszél egyet. Úgyhogy jövök a bejárat fele. Köszönöm. Hát annyit még tudni idik erről a Pálvölgyi barlangról, ugye ez Magyarország leghosszabb barlangrendszerének egy része, amely 30 pár kilométer hosszan terül el, és egész egyszerűen Budapesten található ez az egész barlangrendszer, illetve Budapest alatt. Úgyhogy nagyon jó kis program családoknak. Na, most már 4K-ra van állítva. Ja. A család az beugrott, iszik egy forró teát bent az étteremben. Addig én videózgatok meg egy kicsit, még őket megvárom. Ugye ott van a lejáró, ahol lejöttünk, ott fent lehet megvenni a jegyet. És lent egy játszótér látható. Ugye ott a kijárata a barlangnak. És hát várom a kis családot, mindjárt jönnek, ott pedig a bejárat. Na, milyen jó volt a tea? Igen? Pogácsa minden. Jó forró volt. Pogácsa, mit találtam még? Mindenféle finomság volt. Ármin? Meg ilyen is. Az micsoda? Krákocsirálka. Dohányzik a fiam, ismételtem. Ennyi. Na, apa. Na, mutasd, mi az. Ez nagyon volt. Szép. Várja. Itt állunk a bejáratnál, várjuk a startot. Így van? Várjuk a startot. Igen. Nyugodtan közelebb lehet jönni, hogy érdemes is közelebb jönni. Magyar. Érdemes. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pálvölgyi barlangban, én Benedek vagyok, és én leszek ma a túravezető. Szeretném megkérdezni, hogy tegeződhetünk egymással a túra során, ha nem probléma. Szuper, köszönöm. Akkor mielőtt még lemennék a barlangba, vessetek egy pillantást erre a térképre. A térképen a Pálvölgyi barlangrendszer látható. Azért beszélünk itt egy barlangrendszerről, mert több barlang alkot egy nagy egész barlangot, illetve régen azt hitték, hogy itt sok különálló barlang van, és aztán, ahogy teltek múltak az évek, rájöttek, hogy igazából itt csak egy nagy barlang található, hiszen megtalálták az összeköttetéseket a járatok között. Tehát ide tartozik a Pálvölgyi barlang, a névadó és ennek a rendszernek, egy olyan legnagyobb. De még ide tartozik a Mátyáshegyi barlang, aminek a bejárata onnan nyílik az út másik oldaláról. Továbbá ide tartozik a Harcsaszájú barlang és a Hidegi barlang, ezek a kerülete arról nyílik. Ezeknek a kerületeknek az összessége 32 km hosszú, és ezzel a Pálvölgyi barlang a legnagyobb barlang az országban. És hát épp ez a csodája, hogy a legnagyobb barlangként itt van a fővárosban, a házaink alatt. Így előjáróban ennyit szerettem volna elmondani, majd most még lepecsételném a jegyéteket, és akkor utána kezdhetjük is a túrát. Jössz csinálni. Szabadok a barátom. Gyere, add a jegyet, anya. Oké, felmentés. Köszönöm.
A lincse elég nyugodtan le lehet menni. Oké. Na, nem lámpa? Kigyere gyereket! Ármin, tessék, odaadom ezt a kameránszat. Ez fog, nem kell? Magamnak. Mielőtt még belemennünk a részletekbe, még már fontos szabály hozzá ismerkedtem. Elsőt megmutatjuk, hogy enni mi nem lehet, és azután szemetelünk ránenem. Ami még nagyon fontos, hogy a falakhoz szigorúan nem szokott hozzá, hiszen olyan képződények találhatók a barlangon, amit érzékenyünk az érintésre, szóval a falakat betapogassuk, csak a korlátokat, és fotózásról pedig csak annyi, hogy szabad fotózni, viszont akkor nem, ugyanis denevérek vannak a barlangban, akik nagyon érzékenyek a hirtelen felvillanó fényre, és fel tudnak rá ébredni tilgálnunk valamit, hogy szeretnénk elkerülni, szóval fotózni szabad, de csak akkor. Ezek a legfontosabb szabályok. Ja, és viszonylag sokan vagyunk, szóval próbáljuk meg nem maradni a túrától, mert mégiscsak egy 32 km-nyi labirintus rendszerről beszélünk, szóval senki nem maradjon le. Okay. Első megálló a lóciterem, ami Dr. Lózorosodott a nevét, aki egy híres magyar földrajztudós volt, és a nagyban támogatta azt, hogy a pálai barlang számotokra és akár pucilitában is rátogatott legyen. A barlangot 1904-ben fedezték fel, de már az előtt helyzetben van egy barlang. Akkoriban itt egy kőfejtő működött, és a kőfejtőben dolgozó munkások a kőtörmelékek között cseppkőtörmelékek lettek figyelmesek. Viszont mindenki el volt fogadva a kis életével és a munkájával, senkiben nem volt, ha kell elszálltság is akarat, hogy utána nyerjön onnan, hogy igazából van-e itt valami. Majd 1901 nyarán egy Scholzpár nevezett úriember, akinek amúgy előtte nem volt nagy előélete a barlangokkal, egy hétköznapi kiránduló volt, de ő benne volt, ha kell elszálltság arra, hogy utána nyerjön onnan, hogy van-e itt barlang vagy sem. És mindenféle szerszámmal ott nyitott egy bejárat a barlangba, ahol mi is bejöttünk, tehát az ott a felfedező bejárat. Aztán bejött a barlangba, és ezzel megtörtént a felfedezés. Erre az útjára elviselte a Bagyula János, az akkori kőfejtő főnöknek a fia. És ez sokat úgy gondolta, hogy a termete miatt ő majd hasznos lesz a kisebb szűkebb járatok. És kisebb szűkebb járatoknál. Miután 1904-ben megtörtént a felfedezés, 1910-ig nagyon aktívan kutatták a barlangot, és megfelfedeztek 1,2 kilométert, amiről akkoriban azt hitték, hogy ez az egész barlang, ugye ez most már 32. És mert azt hitték, hogy mindent felfedeztek, ezért már azon volt a fókusz, hogy a turizmus számára is elérhetővé tegyék a barlangot. Viszont az állam nem támogatta a barlang kiépítését, és így kellett valakit szerezni, aki fizeti ezt az egész projektet, és a tiket a filmben Dr. Lóz Lajos, aki mint barlangtömböző földrajztudós örömmel fizette saját zsebből az, hogy 1920-ra egy ehhez hasonló betonjárda épüljön ki itt a barlangban. Ezt amúgy Scholzpár és saját kézzel csinálták. De már a kiépítés alatt is voltak a túrák, megint csak Scholzpár maga vezette ezeket a túrákat, de azok ilyen igazi kúszós-mászós overállós túrák voltak. Lényegében azok ugyanazon a szakaszon mentek végig, amin mi, csak ami nekünk most egy óra lesz, az nekik 7-8 órába tellett. És még egy utolsó érdekesség itt a lószteremmel kapcsolatban. Ezeket a kőpilléreket, amik itt felénk magasodnak, 1975-ben építették, miután egy csapat szovjet politikus látogatása során történt egy omlás, és az eléggé kellemetlen volt, hogy a sors pont így hozta,
és hát eléggé bősek voltak a szövetek, ebből komoly politikai viszályok lettek, és hogy több ilyen történjen, azért építették ezeket a kőpilléreket, és azóta nem is történt ilyen baleset, szóval nem is vagyunk fenyegetve. Igazából ennyit a Losztermről, hogyha van bárkinek kérdése, szívesen válaszolok, hogyha ha nincs, akkor pedig mehetünk tovább. Ó, jó mélyén is csak. Ez itt mellettem az Orgona nevezetű cseppkőképződvény. Azért kapta ezt a nevet, mert a barlangászok úgy gondolták, hogy ezek a formák itt az Orgona hangszernek a síkjaira hasonlítanak. Az Orgona cseppkő sokkal inkább azt hiattak bemutatni, hogy milyen az, amikor egy cseppkőnek már leáldozott és nem a fénykorát éli, ugyanis eléggé sok csapást érte a múlt század során. Egyrészt itt láthatjátok, hogy több helyen teljes darabok hiányoznak a cseppkőből. Ez azért van, mert a világháború során a barlang óvóhelyként funkcionált, és az itt bujkáló embereknek nagyon nagy ez a cseppkő és a szépség, és úgy gondolták, hogy hazavisznek egy kicsikét belőle, és ez valami nehéz tárgyal, valószínűleg kalapáccsal szétverték és elvitték a részeit. Aztán itt húzódik ez a hosszú lepedés, ami az 1911-es földrengés során keletkezett, ami kecskeméti központú volt, és még itt is kifejtette a hatását, ez egy eléggé erős földrengésről beszélünk. Ugyanak a földrengésnek a következtében jött létre az itt látható teknős békakő. Ha megfigyeljétek, ott van az a feje, az egyik lába, a másik lába és hát maga a teknője. És az, hogy így néz ki, az igazán csak a véletlen műve, viszont érdemes megfigyelni, hogy onnan fentről esett le a földrengés során, és hogyha elég erősek lennénk, lényegében vissza tudnánk oda illeszteni, mint egy legó darabot. Fontos dolog a cseppkövekkel kapcsolatban, hogy miért is mondom azt, hogy ennek a cseppkőnek már leáldozott. A cseppköveknek van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogyha megérintjük őket, akkor az ujjunkról átkerül egy olyan zsírréteg a cseppkőre, amit nem tud átölni, hiszen alapvetően a cseppkövek azok növekszenek. De ha az ujjunkról rákerül ez a zsírréteg, akkor azt nem tudja átnőni, és megáll a növekedés, és átvitt értelemben úgymond elpusztul. És hát gondolhatjátok, hogyha egy új érintés ekkora kárt okoz egy cseppkőnek, akkor kalapácsütések és hatalmas földrengések azok, mit okozzak neki. Ezért mondom, hogy ez már inkább a nem fénykorú cseppköveket hivatott bemutatni, de nyugi lesznek szép cseppkövek is, amik még most is fejlődnek. Ilyen fosszíliákból még lesz bőven. Vagyom. A barlangászok úgy gondolták, hogy a cseppkőképződmények azok állatokra hasonlítanak. És hát
Igazából ez a szépsége a barlangászatnak, hogy az ember lemegy egy ilyen hideg, sötét, ismeretlen, sokszor nagyon kényelmetlen világba, viszont ott aztán pedig csodaszép képződményeket talál, amiket a saját képzelőjét és fantáziát használva nevezhet el, láthat bele dolgokat. És hát megesik, hogy emberek, különböző emberek egyes képződményekben más-más látnak bele, más-más fedeznek fel benne, és ezáltal, hogy kicsikét mindenki mást lát, mindenki a magáévá teheti a barlangot egy picikét. Egyben itt van az állatkertnek az első lakója. Hogyha van tip, akkor nyugodtan be lehet kiabálni. Ha nincs tip, akkor én mondom. Igen. Igen, ez itt egy krokodil. Ez általában ebben teljes egyetértés szokott lenni, hogy ez itt egy krokodil. Ellenben a következő állat, ő neki nagyon sok neve van, ő a legsokoldalúbb élőlény. Az állatkertben, ha van bárkinek titje. Ha nincs, akkor mondom én. Leggyakrabban skorpió szokott lenni, vagy százlábú. Ez a kettő leggyakoribb megnevezés, de volt már sokszor rák, languszta, delfin, bálna, cápa, hal. Szóval őnek is sok-sok neve van, ő a legsok oldalú állat. Azt mondod, fent a magasban van egy csorda, egy elefánt csorda, akik azért vannak ott fenn a magasban, mert félnek ettől a kisegértől, ami itt van a lábamnál. Picivel odébb, ott van kettő poli, és végül egy magányosabb lelkű malacfejünk is van, mint egy picivel odébb. Hát ezek itt az állatok az állatkertben. Amúgy az állatkert ez egy hatalmas nagy cseppkő lefolyás, tehát a cseppkőknek több fajtája is van. Vannak függő cseppkövek, álló cseppkövek. Amikor ezek összenőnek, akkor ők egy cseppkő oszlopot alkotnak. Emellett vannak a cseppkő lefolyások, mint ez itt, továbbá a cseppkő zászló. És a túrán során igazából mindegyikből látunk legalább egyet. A cseppkövek nagyon hasonlóan képződnek, mint ahogyan a gömbüstök keletkeztek. Az az egy nagyon nagy különbséggel viszont, hogy a gömböstök még a termelődési időszakban keletkeztek, míg cseppkövek azóta képződnek, hogy a barlang már kiemelkedett a hegységgel együtt a termelvízből. De megint csak esik az eső, ami szépen beszivárog a talajba, a növényeknek a gyökerénél széndioxidot vesz fel, és ezáltal szénsavassá válik, és aztán ez a széndioxidos szénsavas csepp csordog el tovább szépen a talajban, eléri a kőzetréteget, beoldja magát a kőzetrétekbe, és lényegében végigoldja magát ezen a kőzetrétegen, és eközben rengeteg meszet vesz fel magához. Ugye kioldja a meszet a mészkőből, és azt felveszi magához. Aztán megérkezik ez a csepp ide a barlangba, ez a mészsel dúsított csepp, és ilyenkor végbe megy egy nagyon komoly nyomásváltozás. A kőzetrétek belsejében, a súlyával adódóan sokkal nagyobb a nyomás, mint itt a barlangnak a terében. Megérkezik, megtörténik ez a nyomásváltozás, és ennek a hatására igazából ott marad az addig kioldott mész falon. Aztán az a csepp szépen lecseppen a földre, még mindig van mész hatalma, tehát elkezd ülni belőle az álló cseppkő, és mindig érkezik a csepp, amivel egyre hosszabb lesz, egyre lejjebbre nyúl a függő cseppkő, és egyre magasabbra ér az álló cseppkő, és így szépen haladnak egymás felé, és egyszer csak összenőnek, és akkor kapunk egy cseppkő oszlopot. De megesik, hogy ezek elmozdulnak egymásra egy földrengés miatt, és nem tudnak összenőni, vagy elnőnek egymás felett, és ilyenkor őket Rómeó és Júliának szokták nevezni. De az is megesik, hogy nem egyből lecseppen az a csepp, hanem szépen végigfolyik így a falon. Ekkor, ilyenkor kapunk egy cseppkő lefolyást. Hát itt a Pádvölgyi barlangban inkább ilyen cseppkő lefolyásokat láthatunk. Cseppkőzászló pedig akkor jön létre, amikor egy ferdefeleten folyik végig a csepp, de ezt majd inkább ott megmutatom, ahol tényleg van cseppkőzászló. És hát szerencsések vagytok, hogy ilyen csillivili állapotában láthatjátok most az állatkertet. Azért hát ilyennek kéne lennie, de sajnos nem ez a jellemző állapot. Ugye a barlang egy elég komoly kiszorodással küzdik. Ami a legnagyobb csodája, hogy itt van a város alatt, az valamilyen szinten a veszte is, hiszen a házak és az aszfaltutak sokkal kevesebb csapadékot engednek beszivárogni a barlangba, mint egy a természetben lévő barlang esetében. Tehát lassabb a cseppkőképződés, és ilyen kiszáradt falakat kapunk, mint ez itt. Viszont most esett az eső valamikor az elmúlt napokban, az szépen beszivárgott, és most ilyen szép csillogó és nedves az állatkert, és lényegében a szemünk láttára képződnek most a cseppkövek.
Még egy aprócska érdekesség, hogy Scholzmann itt tényleg létre akart hozni egy föld alatti állatkertet, mindenféle egzotikus állatot akart itt lehozatni, aztán hát ez pénzügyi, technikai, meg és legfőképp állatvédelmi okokból nem valósulhatott meg. De hát kapott egy ilyen cseppő állatkertet. Továbbá ugye vannak denevérek a barlangban, szóval ők pedig igazi állatok, tehát valamilyen szinten megvalósult ez a vágya. Szóval... Nem, de pióca. Ha most nem is lehet olyan jól látni, majd fogunk látni sokkal kisebbet is. Na, megyünk. Na most megérkeztünk a színházterembe, ami az egész barlangrendszernek az egyik legjobb terve, és itt a Mikulásnál pedig ez a legnagyobb. Ott van fent a magasban a Páholy. A Páholy annak a jelenetnek a végződés, amit szerint már mutatta. És ott van benne egy felirat, még pedig az, hogy izzadó 1907, ez inkább lámpa nélkül még jobban is látszódik. Tehát amikor a barlangászok eljutottak egy addig ismeretlen részére a barlangnak, egy addig érintetlen részére a barlangnak, akkor azt szokták ott megjelölni, és ez általában egy ilyen kis barlangkirkában kijelölt meg, és hát a... Ajha, van ám repedés. Az igen. Van ám repedés. Azt nézd meg, de szép. Úgy látszik, hogy csákánynak az nagyon messze. Itt vagyunk lent a piramisban. Üdvözöllek titeket Egyiptomból, Tutanhámon város hívják, most jövünk fel. Szűk járat. Tessék. Uha, balra tovább. Meg vagyok. Azt a hétszázát. Igen. Jövök fölfele. Nem tartották be a 16-25 belépőt. Aha. Mászok. Kamerázok. Meg vagyok. Jövök. Azt a hiccát. Jövünk tovább. Nice. Oh, very nice. Nem kérdezik. Nem tudom, mi
látható. De... ez az. Felérkeztünk. Ha itt most körbenézek, akkor lényegében mindhárom kell magasabb a házra, most taktikázni kell vagy. Oké, elvileg mindannyian megvagyunk, szóval ez itt Meseország, ahol a cseppkövek mese karaktereket jelenítenek meg. Hát egyben itt van az első sorban Hófehérke és a Hét Törpe, akik csak hatan vannak, de azt mondjuk, hogy kuka eltévedt itt a barlangnak a járataiban, hogy ezek itt álló cseppkövek. Aztán itt van egy picivel odébb Piroska a lábánál a kis kosarával, vele szemben ott van a farkas, és közti pedig ott van a nagymama háza, kéménye is van, és ott aki ismeri a mesét, az tudja, hogy kiért oda hamarabb. Aztán itt terül előttünk az operenciás tenger, aminek a fenekén ott van a sok-sok kincs, amit itt a kalózhajók kutatnak. Itt van a kínai pagoda, aminek a nyugalmát egy buddha szobor őrzi. Fölötte van, lenne esősebb napokon a Niagara vízesés. És végül pedig egy picivel odébb ott van a királynak az erkély, az a körülakó rész ott, ahol letekint a király fira, és hát most ránk is. De viszont itt a Meseországban nem csak mese elemek vannak, például itt az első sorban láthatok egy mogyorós csokit. Ugye a barlangászok azok a, akár egy hétnél is tovább tartó expedícióikra, hát nem viszik magukkal mindenféle finomságot, szóval érthető, hogy egy ilyen képződményben csokikat látnak. És néha az elvetemültebbek rávetik magukat, de nem olyan finom, mint amilyen esetleg hatás keltett elsőre. Aztán itt húzódik egy cseppkőzászló, ez talán nem olyan nagy és látványos, mint amilyen a színházteremben volt, de itt jobban meg lehet figyelni azt, hogy ez egy milyen papír, vékony szerkezet is. És végül, ha bár a sajnos inkább csak azok legyenek, akik hozzánk közelebb állnak, de ott van benne egy cseppkőóvoda, tele bébi cseppkövekkel. Hát ugye itt látható sokkal nedvesebb minden, tehát itt aktívabb a cseppkőképződés, hiszen több víz jut be a barlangba, mert itt a felünk fölött már erdő van. És hát ott bizony képződik egy nagyon komoly cseppkőfal, ami 1000 év múlva ott egy áthatolhatatlan cseppkőfal lesz. Hiszen egy cseppkő 100 év alatt 1 centit nő, ideális körülmények között, azok itt annyira nincsenek, ez egy picit hosszabb lesz, de pár ezer év, és itt már nem fogunk látni semmit. Igen, hogyha itt most szeretnétek, és van rá igény, akkor le tudom kapcsolni a lámpákat egy rövid időre, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen is a teljes sötétség, amikor semmi fény nem ér minket. Na, gyere, Ármi! Gyere, Ármi! Van egy kutyás, igen. Csak ezt nem tudtam mondani. Akkor, hogyha senkinek nincs ezzel a problémája, akkor... Csuljuk le! Gyere, közel! Hiteles legyen. Sötétség, amikor komolyan semmi fény nincsen. Ezt a fajta sötétséget az emberi szem nem szokja meg még órák elteltével sem, sőt, bekattad bőle lényegében. És hát vannak olyan fejlődések, hogy így kellett kivegyél a barlangon, mert kialudt a fák vagy a karbidlámpa, sőt, a mai napig történnek ehhez hasonló balesetek a világban, de most jelenetünk ezzel, nem lesz problémánk. Megmutatnám, hogy amikor a barlangászok fejlámpával mennek egy barlangba, és nagyon szintra járnak, az kb. Ilyen lenni lehet, ennyi fénytől egy fejlámpa, és hát még ez is azért eléggé más, mint amikor a reflektor világít meg a járatokat. És hát érdemes abba belegondolni, hogy
Mélybe utána érdemes egy pillantást felfelé is vetni, mert ott talán még szebb dolgok vannak, és az egész barlangban itt vannak a legszebb csepp. Nyugodtan le lehet menni megnézni, hogy legyünk tekintettel egymásra, hogy szépen görgessük, mint egy körforgalom, hogy mindenki tudja nézni. Ez jó, ezt nézem, milyen mély. Ez az olyan ez a fej, mint a szerzőtől, ami hasarék, vagy ez már lehet. Úr, nézzük, itt elég nem a fejről, hogy látszik nekik is. Igen. Itt van valami. Itt majd a folyosónál jobbra nagyon szép fejlődő cseppköveket lehet megfigyelni, ha van zseblámpa a telefonban, akkor nyugodtan meg tudok nézni, és akkor nagyon szépen láthatjátok, hogy hogyan lóg le a cseppkőnek a vén, és hogyan fejlődik, és akkor nyilván itt van mondani, csak kell, hogy ne nyúljatok hozzá, csak nézzétek. Meg is megérni. Az úgy néz ki, mint egy almai. Mert tényleg. Ott is egy lyuk, nézd csak. Mert ha kény, az rendezünk a falat. Hát, hogy ilyen villámok. Olyha. Honám járat? Oké, gyere! Igen, azért kell megállni. És volt olyan, két barlang tud egymás alkalmunk fel mindenféle segédeszközé rányú nélkül, de így sem találták meg az összekötetést egészen 2011-ig, és akkor is ez volt a befutójára. Aztán a másik irányban nézve pedig hullámokat láthatok, amik a vízszintnek a változást tudatják a barlangban. Először itt volt a vízszint, aztán a barlang emelkedett a hegységgel együtt, akkor már itt volt a vízszint, és szépen így ment egy lejjebb. És még igazából a vízdelő szinte nem változott, csak a barlangnak a magassága a hegységgel. Elérkeztünk az utolsó kis érdekességhez itt a túrák során. Itt borsó köveket láthattok, ezek beszélőkön csak popcorn kövek, akik hátul vannak, azoknak mondom, hogy majd itt lesznek, jobb oldalt. Ezek a popcorn kövek, hogyha ilyenből szeretnétek többet, szebbet, nagyobbat látni, akkor érdemes ellátogatni a Szemlőhegyi barlangba, ugyanis az Csorgótig van ilyen borsókövekkel, és ott tényleg szebbek, hiszen ez itt egy cseppkőbarlang, itt cseppköveket láthattunk, ott pedig cseppkövet nem fogtok látni, viszont ilyenből jó sokat. És ezzel elértünk a túrán végéhez, remélem, hogy érdekesen találtátok, és jól érzétek magatokat, én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Mi köszönjük. Vissza kell menni a kulcsért. Utolsó, menjen vissza a kulcsért. Most viccelődtök, de volt már ilyen. Freedom! Világosság! Köszöntük! Viszontlátásra! Ciao! Köszönjük szépen! Megérkeztünk! Na, sziasztok! Szabadság! Na, lényegében szerintem nagyon szép volt a barlang, élvezte a gyerek is, asszony is. Anya, tetszett? Ármin? Amikor megkérdezi, hogy ez volt, hogy ez 100, de nem mindaz 500 denevér, volt egy kisfrác megkérdezte, hogy ez volt mindaz 500 denevér. Úgyhogy nagyon kis rankó volt. Amikor csak 10-et láttunk, de az nem mindig. Friss levegő. Mi egymás. Ez szubcsi volt. Biztos, hogy ez volt az összes denevér? A kisrác nagy volt, tudod? Nem? Az olyan vicces volt, igen. Ja. Jó pofa volt az egyik. De hát most ennyi. Ennyi. Köszi, ciao.
Úgyhogy szépen. Rábeszéltem apádat erre. Igen, tetszett, igaz? Én találtam a barlangot. Ja, hogy persze. Hát ki? Egyből ez azt mondja az asszony, hogy ő találta a barlangot. Biztosan? Igen. Úgyhogy nagyon frankó kis program volt. Bátran ajánlom mindenkinek. Mennyi volt a belépő? 3000 a felnőtt, 2003 a gyerek. 3000 forint volt a felnőtt, 2003 a gyerek belépő. Én szerintem simán megér egy órás kis túrázást. És egy óra volt. Úgyhogy és még arra is van egy. Nagyon frankó, több barlang is van a közelben. Ha tetszik a kis videó, ne felejtsetek el feliratkozni hasonló tartalmakért. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok, csáj!